Olvasmány Mózes második könyvéből. Az Úr irgalmas és könyörülő Isten. Mózes, miután elpusztította az alangborjút és kiengesztelte az Urat, másnap korán reggel elindult a Sínai hegyre, és vitte magával a két kőtáblát, ahogy az Úr megparancsolta. Az Úr leereszkedett felhőben, ő pedig eléje járult, és segítségül hívta az Úr nevét. Az Úr elvonult Mózes előtt, és ezt mondta. Az Úr, irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, kegyelemben és hűségben gazdag. Mózes sietve a földig hajolt, leborult, és így szólt. Ha kegyelmet találtam a szemedben, Uram, akkor a mi Urunk vonuljon velünk.